Szombat délután anya barátnője, Márti néni vendégségbe jött hozzánk. Ahogy máskor, most is hozott ajándékot nekünk. Mindig olyan vagány játékokat kapunk tőle, ezért izgatottan bontottuk ki a csomagot. Egy társas játék volt benne. Az öcsémmel azonnal ki is próbáltuk. A játékszabály könnyű volt. Egy vagy két vagy három bogyót lehet egyszerre benyomni, és az a játékos veszít, aki az utolsó bogyót lenyomja. Az első játékot az öcsém nyerte. Anyáik vidáman beszélgettek és kávéztak, mi pedig egyszerűen nem tudtuk megunni a játékot. Csak egy probléma volt, hogy mindig Bonca nyert. Este lefekvéskor elkezdtem gondolkodni azon, hogyan tudnék én nyerni. Ha öt bogyó marad utoljára, az klassz, mert ha Bonca egyet nyom le, akkor én hármat és övé lesz az utolsó. Ha Bonca kettőt nyom le, akkor én kettőt, neki pedig megmarad az utolsó. Ha pedig hármat nyom le, akkor én egyet. Ahhoz pedig, hogy öt maradjon utoljára, négyesével kell nyomogatni. 4, 4, 4, 4, 4. A végén 3 marad. Tehát a nyerő stratégia az, ha 3 bogyó lenyomásával kezdek. Másnap alig vártam, hogy reggeli után játszhassunk. Sorra nyertem a meccseket. Ez az! Én nyertem! Hogy csinálod? Elmagyaráztam Boncának, hogy mi a nyerő stratégia. Hogy jöttél rá? Gondoltam, lehet benne valami logika. És hát szeretem a matematikát. Az a kedvenc tantárgyam. Á, értem már. Bonca a nyerő stratégiával anyát is legyőzte. Jó érzés volt. Úgyhogy azt tanácsolom nektek, hogy legyetek eszesek!